listen, hey. Children, listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. Hogyha kisebb a kertünk, akkor törpenövekedésű örökzöldeket érdemes választani. Az egyik legismertebb a cukors üvegfenyő. Óriási előnye, hogy kis korában már tömött koronája van, illetve karácsonyfa fenyőformája. Tehát, hogyha kisebb példányokat választunk, akkor is nagyon mutatósak feldíszítve, de jól lehet látni, hogy itt mellettem egy több 10 éves példány van, és idősebb korában ez a növény már kiszélesedik, de ilyenkor, ilyen idős korában is egy sűrű, tömött koronát képez. Nagyon hasonlít a cukors üvegfenyőhöz, a törpe lucfenyő, aminek szintén egy idős példánya van itt ebben a kertben, és egy kiszélesedő koronája van. Ennek a növénynek is nagyon lassú a növekedése. Tehát, hogyha kicsi a kertünk, ezek a növények pár centit nőnek egy év alatt. Hogyha pedig szeretjük az ezüstfenyőt, illetve az ezüstfenyőnek a színét, akkor az oszlopos ezüstfenyőt tudom ajánlani. Ez a növény már így fiatal korában is igen keskeny koronája van, tehát mindenféle előkerülő vagy szűkebb helyre is telepíthető, és a színe és a látványa teljes mértékig megegyezik a megszokott ezüstfenyővel.